Magyar Helsinki Bizottság panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához a menedékkérők segítőit börtönnel fenyegető új büntető szabályok miatt. Az Amnesty International Hungary kitart amellett, hogy Röszkén nem történt terrorcselekmény. A stúdióban Pardavi Márta és Demeter Áron. Jó estét kívánok, akiknek a szervezetei félmilliós mulasztási bírsággal néznek szembe, mert ugye nem fizették be a bevándorlási adót ezen a héten hétfőig. Ezt bevállalják, hogyha ugye nyilván ennek az Európai Bírósági eljárásnak nem lesz egy hamar vége, hogyha befogadják és elindul, akkor sem. Szóval, hogy ez a félmillió akkor ugrik. Jó estét kívánok! Én nem gondolom, hogy a Helsinki Bizottságnak félmillió forintos mulasztási bírsággal kéne szembenéznie. Azért nem vallottuk be a bevándorlási különadót, és azért nem is fizetünk különadót, mert nincs miután. Tehát bármennyire is érthetetlen és homályos ez a jogszabály, egy dolog számunkra világos, azok a tevékenységek, amiket a Magyar Helsinki Bizottság most végez, azok nem esnek az adótörvény hatája alá, úgyhogy nem vagyunk ebben az értelemben érintett szervezet. Itt ugye mindenki megkérdezi tőlünk, hogy mire készülünk, hogy be fogjuk-e vallani, meg fogjuk-e fizetni, és ezért tartottuk fontosnak azt, hogy a nyilvánosságot is tájékoztassuk arról, hogy nincs ilyen tevékenységünk most. Egyébként az adót abszolút a szólásszabadság és az egyesülési szabadság korlátozásának tartjuk. Ezért fordultunk a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz. De alapvetően most nincsen olyan tevékenységünk, ami miatt adót kéne fizetni. Én ezért azt gondolom, hogy nincsen annak most veszélyesen, hogy egy bírságot szabnának ránk ki. Ugye az érdekes egyébként, ez kevésbé szerepel a sajtóban, hogy az adót az augusztus 25-től 31-ig terjedő időszakban történő tevékenység után kellene megfizetni. Ekkor nem volt, vagy amúgy sem, mert ugye akkor már mindig a Helsinkit nevesíti. Az Amnesty is előkerül, de hogy egyértelműen a célkeresztjében van ez a két szervezet ennek a szabályozásnak. Igen, ezt mi is érzékeljük, ez teljesen egyértelmű volt. Igen. Azt nagyon fontos látni, hogy ez nem a tevékenységet, hanem a tevékenység támogatását adóztatja meg, tehát alapvetően a forrásokat akarja megsarcolni, nehezíteni azt, hogy ezek a szervezetek, amelyek a kormánynak a migráció ellenes politikájával ellentétes vagy árnyaltabb álláspontot képviselnek, az ő véleményük a nyilvánosság előtt megjelenhessen. És a támogató szervezeteknek kell első körben adót bevallani, meg megfizetni, és hogyha ők ezt nem teszik meg, akkor válik a támogatott szervezeteknek a kötelezettségévé. Tehát van egy ilyen egy hónapos, ilyen csúsztatott kötelezettség. Mindig, hogyha beérkezik egy ilyen támogatás, akkor elsősorban a támogatónak kéne bevallani és megfizetni az adót, és ha ő nem teszi meg, akkor utána egy kicsivel később a támogatottnak. Tehát alapvetően lehetne havonta is bevallást készíteni. Most a tevékenységünk között nincsen olyan, ami miatt nekünk kéne, és úgy összességében elviekben abszolút ellenezzük és helytelenítjük. Visszatartja ez az adományozókat? Mit tapasztaltak? A mi adományozóink azok többségében magánszemélyek. Nekünk nincsenek EU-s projektjeink, vagy nagy nemzetközi szervezetektől származó támogatásunk. Mi egyelőre semmilyen ilyen típusú visszalépést nem láttunk, sőt éppen ellenkezőleg a legtöbb tagunk, vagy nagyon sok tagunk írt nekünk, vagy jelezte más módon, hogy ezután az adó után, ennek az elfogadása után csak fontosabbnak tartja azt, hogy támogassa a szervezetet, és bármilyen kevés pénzzel is, de hozzájáruljon ahhoz, hogy legyen Amnesty Magyarország, és hogy legyen tágabban vett, független és kritikus civil szféra Magyarországon. Már csak azért is kérdeztem ezt, mert ugye még augusztus végén lehetett azt a hírt olvasni, hogy a CEU a regisztrált menekülteknek és menedékjogot kérőknek meghirdetett egy oktatási programot, és ez felfüggesztette pont erre hivatkozva, meg egyébként egy EU által finanszírozott Marie Curie ösztöndíjat is, aminek ilyen migrációs kutatási célja volt. Tehát, hogy van olyan a szervezet, nyilván tudjuk, hogy a CEU azért elég komoly frontot képvisel most így a kormány szemben, szóval ott van egy komoly csatározás, de hogy akik visszalépnek emiatt a szabályozás miatt. Hallottak ilyenről, vagy ez tendencia?
Hozzám érkeztek ilyen jelzések, és ez szerintem a legfontosabb célja is ennek az elfogadhatatlan szabálynak. Nem is az a célja alapvetően, hogy félmilliós bírságot vagy a támogatások utáni adófizetési kötelezettséget helyezzen kilátásba, hanem pont, hogy elrettentse azokat, akik ilyen tevékenységet támogatnának. Vannak ugye mentességet élvező támogatók, a nemzetközi szervezetek azok ilyenek, de ez, mivel annyira képlékeny és bizonytalan és homályos ez az egész szabályozás, ezért szerintem nincsen olyan ember Magyarországon, aki meg tudná pontosan mondani, hogy mely tevékenység, mely támogatása esik az adó alá. Én azt gondolom, hogy maga az adóhatóság sem tudja pontosan megmondani. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye azt tudjuk, hogy mi minősül segítő tevékenységnek, a bevándorlás előmozdításával összefüggő médiakampány, médiaszemináriumok folytatása, hálózatépítés és a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység. Hát nem irigylem azt a NAV revizort, akinek ennek alapján el kell döntenie, hogy akkor most itt a civil szervezeteknek kell lefizetnie, vagy nem. Én sem. És őszintén szóval csak ebből a három példából is szerintem teljesen jól látható az, hogy ennek a törvény, ez a törvény tulajdonképpen szólásszabadság adó, vagy egyfajta ilyen büntető adó, tehát hogyha kiindulok abból, hogy ugye az utolsó pont a propaganda tevékenység, vagy a migráció pozitív színben való feltüntetése, az egyértelmű, egyrészt nyilván jogilag teljesen értelmezhetetlen, de most ezt tegyük félre, mert a legtöbb jogszabályunk, amiket civil szervezetek ellen fogadnak el ilyen, de hogy egyértelműen arról szól, hogyha valakinek esetleg más véleménye van, mint a kormánynak migrációs ügyben, és ezt elég bátor ahhoz, hogy korunk Magyarországon kifejezze, akkor fenyegessék, teljesen egyetértek a Mártival. Valóban az a cél, hogy egy ilyen légkört teremtsenek, hogy az ember soha ne tudhassa azt, hogy éppen milyen intézkedést fognak ellen elfogadni, és legyen ez az öncenzúra, és legyen ez a kétszer is meggondolják a szervezetek, hogy valamiért kiállnak-e nyíltan. Mit segít ezen az Emberi Jogok Európai Bíróságához való fordulás? Rövid távon egy nagyon fontos jelzés, hogy itt nem egy adókérdésről van szó, hanem egy alapjogi kérdésről, és hogy itt az alapjogakat, az egyesülés és a szólásszabadságot korlátozatosan igazolhatatlan módon a kormány, ez a mi jogi álláspontunk. Az Európai Emberi Jogi Bíróság az valószínűleg azért nem holnap, hanem hosszabb idő után fog döntést hozni ebben az ügyben. Meglepődnék, hogyha az álláspontunkat nem igazolná vissza, ugyanis eddig az összes szakmai szemmel ezt a jogszabályt és a jogszabály születésének a környezetét ismerő személy vagy szervezet, aki ezt megnézte, az ugyanezeket a kifogásokat fogalmazta meg. Na most az, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság mikor hoz döntést, az ugye egy kérdés, a másik az, hogy ez vajon visszatartja-e mondjuk a kormányzatot attól, hogy politikailag megcélozzon egyes szervezeteket, vagy egyes támogatókat, és az adóhatóságot ilyen politikai eszközként használja fel. Maga az, hogy a jogszabály ennyire homályos, már önmagában aggasztó. De mivel ugye tudjuk, hogy tényleg az a célja, hogy visszaszorítsa a nyilvánosság előtt a kormánytól eltérő vélemények megjelenésének a lehetőségét, ez szerintem önmagában újabb ok arra, hogy aggodalmaskodjunk. A vegzálás meddig mehet el? Mert itt ugye pár évvel korábban hallottunk olyanról, hogy esetleg adószámfelfüggesztés is be volt lengetve civil szervezetekkel összefüggésben. Tehát, hogyha nem vallották be önbevallás alapján, a bírságot, ha kiszabják, nem tudom, befizetik, nem fizetik be, azzal kezdte, hogy nem, akkor mi jöhet? Azért nem fogjuk befizetni a bírságot, mert mondom, szerintem nincsen alapja ilyen eljárást most, vagy ilyen döntést hozni, de hogyha megszületik egy döntés, akkor az ellen azért természetesen nyitva áll a bírósági jogorvoslat útja, tehát akkor persze, amennyiben odáig jut a dolog, akkor persze, hogy bírósághoz fogunk fordulni, és én azt gondolom, hogy itt egy csomó olyan kérdés fel fog vetődni a bíróságnál, amely egyébként még akár az uniós jogi kérdéseket is felvetheti, tehát nem zárható ki az, hogy ez például a luxemburgi Európai Uniós Bíróság elé kerüljön. Ez persze attól függ, hogy milyen támogatásra van szó. Na, beszéljünk még egy másik ügyről, ami szintén a bíróságon volt nagyon régóta, ez ugye Ahmed, ugye a röszkei eset, ahol ugye most a friss jogerős
büntetés az az 5 év börtön, és ugye ez később született, mint ahogy a petíciót átadták, 1-2 nap különbséggel. 109 ezer aláírás gyűjtöttek össze 163 országból, hogy ne kezeljék terrorcselekményként a Röszkénél történteket, amire ugye az igazságügyminisztérium azt közölte, hogy Magyarországon a bíróságok függetlenek, és sem a kormánynak, sem más szervezetnek nem lehet beleszólása a bírósági ítéletek meghozatalába. Ez volt a válasz. Bár így lenne, de mondjuk egyébként az Ahmed H. ügyben tökéletesen jól látható az, hogy a magyar kormány hogyan prejudikál bizonyos ügyeket. Lényegében... De feltételezi, hogy a bíróság azért döntött nem, úgy? Nem, én ezt nem mondtam, én csak azt mondtam, hogy lényegében még el sem fogták Ahmed H.-t 2015. szeptemberében, amikor a magyar kormány tagjai már arról beszéltek, hogy Ahmed H. egy terrorista. A magyar kormány létrehozott a saját hivatalos Facebook oldalán egy fényképalbumot, aminek az volt a neve, hogy Ahmed H. egy terrorista. A keddi közleményben, amit az igazságügyminisztérium kiadott, amiben ugye felszólították az Amnestyt, hogy ne gyakoroljon nyomást a független magyar igazságszolgáltatásra, leírták egy következő bekezdésben, hogy Ahmed H. egy terrorista a jogerős ítélet előtt. Tehát én azt gondolom, hogy ha az Amnesty vagy bármely civil szervezet, vagy bármely magánszemélynek szíve joga az, és ez a vélemény nyilvánításában bőven belefér, hogy mondjuk nem ért egyet bizonyos jogalkalmazói kérdésekkel, azt én sokkal problematikusabbnak látom, hogyha az igazságügyminiszter vagy a kormány más tagjai prejudikálnak még jogerős bírósági döntések előtt. Ugye azt tegyük világosra, hogy az Amnesty sem mondja azt, hogy ő nem követett el bűncselekményt, mert hogy hivatalos személy elleni erőszak az, ami megállna, viszont, és azt is mondjuk el, hogy ez a terrorcselekmény nem az a terrorcselekmény, ami így a közbeszédben van, és egyébként Bárándi Péter, az ő ügyvédje azt mondta, hogy akkor ilyen alapon a foci meccsek utáni utcai huliganizmus is kimeríti a terrorcselekmény fogalmát, de hát ezt a bíróság ezek szerint nem így látta. Nem, és maga Ahmed H. is egyébként minden egyes tárgyalásán elismerte, hogy bűncselekményt követett el, hogy hibát követett el. Nem az volt a kérdés, hogy Ahmed H. teljesen ártatlan ebben a történetben. Itt a kérdés az volt, hogy hogyan minősítünk egy ügyet, és ugye egy jogállamban ez egy alapvető dolog, hogy valakit azért ítéljenek el, amit valóban elkövetett. Tökéletesen egyetértek egyébként Bárándi ügyvédúrral, hogyha elfogadják a bíróságok, és ez lesz a terrorcselekmény tényállásának a jövőbeni értelmezése, tehát hogyha ilyen szélesre nyitjuk ennek a lehetőségét, akkor lényegében a legtöbb olyan erőszakos cselekmény, amiben valamilyen hatósági személy vagy hatóság részt vesz, az nagyon könnyen terrorcselekménnyé lesz minősíthető. De van erre utaló jel? Hogy ezt ilyen szélesen alkalmazzák? Egyelőre nincs, de ugye ennek egyik oka az, hogy Magyarországon szinte alig van, vagy egyáltalán nincs terrorcselekmény. Tehát az Ahmed H. ügy ugye abban a szempontból is különleges, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy Magyarországon terrorcselekményért valakit vád alá helyezzenek. Hát igen, csak ugye itt a terrorcselekmény abban állt, hogy követ dobált a rendőrségre. Igen. Így van. Én remélem, hogy ez nem fogja azt jelenteni, hogy a jövőben a terrorcselekményt, ha alkalmazni fogják, akkor így fogják alkalmazni. Ez mindesetre sajnos nem vigasztalja Ahmed H.-t, aki bár, és ennek persze örülünk, hogy a kezdeti 7 év helyett most már 5 évet kapott, de Ahmed H.-t elítélték jogerősen egy olyan bűncselekményért Magyarországon, amit nem követett el, és ezt már sajnos soha többé senki nem mossa le róla. Mindezt ugye úgy, hogy egyébként neki tehát beléphetett volna Magyarország területére, mert hogy voltak ciprusi papírjai. Most ő pontosan mennyi időt kell még, hogy börtönben töltsön? Nagyjából még 4 hónap van, és akkor kérvényezhető a feltételes szabadlábra helyezése. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.